A jó formában lévő csapatok közül ki az, aki tovább robog? Ez a ma este nagy kérdése. Köszöntöm neked, kedves nézőink, a Gross és Gyula stadionból, Tatabányáról, ahol a Dorog ideiglenes otthonában fogadja a szegedi együttest. És azért mondtam, hogy két jó formában lévő alakulat csak most össze, hiszen a szegediek még nem kaptak ki az idébajnokságban. Simon pattintotta tovább, aztán Haruna távolról jobbal életerős löket volt. Hát messze a kapu fölé szállt ez a labda. Csillag, Pálinkás pedig ugye a támadásokat hivatott erősíteni. A támadó sorban kapott helyet. Szedlár gyönyörűen játszott a Csillag elé. Csillag, gól! Az 55. percben megszerzi a vezetést a Dorog. Egy ritmusváltás, Szedlár remekül tette a labdát Csillag elé. Aki felnézett, cipelte még néhány métert, majd aztán jobbal a kapu bal oldalába tekert. Remek találat, dorogi vezetés. Egy ritmusváltás, Szedlár remekül tette a labdát Csillag elé. Aki felnézett, cipelte még néhány métert, majd aztán jobbal a kapu bal oldalába tekert. Remek találat, dorogi vezetés. Ez a labda rövid, sikerül kifejelni. Ódor azonban Szedlár elől tisztázni tud, inkább be tudja fejelni középre. Simon, Haruna lecsorog a lábáról. Dobos. Jól szállt középre, és bizony volt egy fejes is Temesváritól. Mursics azonban jól helyezkedett és begyűjtötte a labdát. Némi létszámfölény. Négy szegedi és mindössze két dorogi, csak aztán most már sikerül visszazárni talán. Nagyház ér oda, és Izing nagyot ment. Újabb szegedi sarokrúgás. Jól csúsztatták meg. Simon Ádám volt az, aki berobbant és megcsúsztatta a labdát, de nem érkezett aztán társ a hosszú sarkon, vagy hosszú oldalon. Csillag gyűjti be. Pálinkás, ez jó, nem volt les. Szedlári ramodhat meg. Pálinkástól kapta a remek passz Szedlár. Szedlár még egy picit hosszantolja meg a labdát. Kilépett elő elé Molnár Farkas. Két játékos van a labda mögött szegedi részről. Germán tekeri el. Nem sokkal került el a bal kapufát. Mól. Visszazár a Dorog. Gréci. Hajszállal késett le erről a labdáról Dobronoki Viktor. Pap Máté előtte sikerül egy játékos, Dobronoki. Na most talán sikerül kirúgni. Pálinkás csatázik. Pálinkás meg is szerzi a labdát, aztán indulna meg Temesvári mellett, aki visszarántja a vezérnél fogva. Ez lap, mégpedig tilos. A 91. percben megfogyatkozik a Szeged család. Na és ne feledjük, hogy van egy szabadrúgás. Barna Gergő távolról, és nem is volt ez rossz. Molnár Farkasnak kellett a keresztléc alól kipiszkálni a labdát, és szögletre ütnie. A játékvezető még engedi a játékot, Gréci. Dobronoki tudta tovább perdíteni, aztán Kővár jelöl tisztázott remekül Lénárt, és ez az utolsó momentum. A Dorog FC 1-0-ra nyer, és ezzel óriási lépést tesz a Szeged csanáddal szemben, hiszen a szegediek ezzel elveszítik veretlenségüket. Nem volt egy könnyű csata, nem volt egy könnyű mérkőzés, óriási taktikai csata folyt a pályán, kevés helyzettel. De egy elég volt, egyetlen egy ritmusváltás, egy jó megmozdulás. A csereként beállt Tóth Barna, Szedlárhoz passzolt, Szedlár pedig Csillagot ugratta ki, aki aztán egy remek mozdulattal tekerte el a labdát a bal sorokba. És ezzel 1-0-ra nyer a Dorog.